10 perc alatt még a Gyér forgalomban is két autós szúrtak ki a rendőrök Nyíregyháza egyik bevásárló központjának közelében, és nem kellett sokat várni a következő akcióra sem. BMW. Maga. Nem át, mert szürke BMW. Szürke BMW. Stop tábla. Szerdán tartottak drónos ellenőrzést a vármegye székhelyen. Az eszköz szélcsendes időben, megfelelő időjárási körülmények között több mint 20 percet tud a levegőben tölteni. Ez idő alatt most 36 méter magasból, közel 270 méter távolságból a stop táblánál való megállást figyelték, hiszen ennek a KRESZ szabálynak a be nem tartása az egyik leggyakoribb baleseti ok országszerte, így vármegyénkben is. Az elsőségi ok nem adása az nap mint nap vármegye útjain, illetve országosan megjelenik, mint baleseti ok, és ebben muszáj még hatékonyabban lépni, mivel az állampolgárok nem akarják tudomásul venni, hogy az a tábla nem véletlenül van kihelyezve, és annak meg kell adni azt, amit jár KRESZ szerint gyakorlatilag. Akkor meg kell állni, ha nem kell, akkor pedig értelemszerűen folytassa tovább az útját, ahogy kell. A tilos jelzés szintén ez gyakorlatilag egy megállási kényszer, mondhatnám így, egy szabályozott kényszer, aminek nem tesznek eleget az állampolgárok, és sokszor behajtanak a kereszteződésekbe, ezzel másokat, magukat is veszélyeztetve, és ezzel balesetet is okoznak. Az, hogy a kimenetele milyen lesz, annak pedig az a lényege, hogy ha esetlegesen nem használja a biztonságjévet az állampolgár, gépjármű utazók, akkor abból itt a súlyossági foguk változhat. A kimenetele szempontjából gyakorlatilag az anyagi károstól egészen sajnos a tragikusig, vagy halálos baleset is történt egy ilyen elmulasztásból adódóan. Az elsőbségadás elmulasztása vagy a stop tábla figyelmen kívül hagyása egy ilyen drónos, azonnali ellenőrzés alkalmával pénzbüntetéssel is járhat. Ez alapban közigazgatási bírság is lehet, illetve lehet helyszíni bírság is, attól függ, hogy milyen szabályokat sértenek meg általánosságban az állampolgárok. Azt még el kell, hogy mondjam, hogy azért a drónon kívül most a mai nap is igénybe veszik a közterületi kamerákat, közterületfelügyelet által használt kamerákat a város több pontján. Ezzel is a gyalogátkelőket kiemelten ellenőrzik, illetve itt a kerékpárosoknak, mint védteleneknek a gyalogosok mellett az ellenőrzését is végrehajtjuk a mai nap is. Hasonló egynapos drónos ellenőrzéseket egész évben, előre be nem jelentett időpontokban végeznek. Legutóbb múlt héten a Roadpol keretében tartottak akciót, amikor a passzív biztonsági eszközöket figyelték. Vármegyénkben ekkor 726 alkalommal tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását, és több mint 30 esetben a gyermekbiztonsági rendszerre adódott szabálytalanság.